Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves egybegyűltek! Deklarálnunk kell, hogy az aranysakál lehet, hogy nem is annyira érdekes és aktuális kérdés, mint amennyire azt ma hallhatjuk innen-onnan, de nyilván lokálisan nagyon is az. Csatlakozom Heltai Miklós tanár úrhoz, aki ugye egy picit védelmébe veszi mindig a ragadozókat, és jelezném, hogy szakemberként én is ugyanezt teszem. Az aranysakál, mint ragadozó kérdés, nem gondolnám, hogy országos probléma, ugyanúgy, ahogy a barna medve kérdés sem országos probléma Magyarországon. Nézzünk egy pici statisztikai kitekintést, mint mindennek az alapját. Az aranysakál teríték alakulása ugye az elmúlt 25 évben megtelepedése a 90-es évek elejére datálódik. Tulajdonképpen az ormánság, a Drávasík, Belső Somogy és Bács-Kiskun megye egyes területein jelent meg újra a faj. Ekkortól azonban erős disperziója figyelhető meg. Kezdetben a Dél-Dunántúlt, szintén Baranya-Somogy, Tolna és Bács-Kiskun megyét érintette, majd innen gyakorlatilag ma már minden 19 megyében regisztrált elejtése van. Nógrád megyében 2014-ben ejtették el az első példányt. 2012-13-as vadászati idényben a terítéke meghaladta az 1800 darabot. Ez ötszöröse volt a 6 évvel ezelőttinek, és terjeszkedésére jellemző, hogy a tavalyi évben Észtországban is megfigyelték, megjelent. A Somogy megye teríték alakulása kísértetésen hasonlít tendenciáit tekintve az országos adatokra. Az első megfigyelések 1991-től, ekkor azonban a vadgazdák még bizonytalanok voltak azzal kapcsolatos, hogy mit láttak, hogy mi lehet maga ez a faj. Az első elejtések 1995-ben 4 példány, kezdetben stabil 5-10 példány körüli teríték adatok egészen az ezredfordulóig. 2000-től 2007-ig egy egyenletes emelkedés a létszámban és a terítékadatokban, 2007-től exponenciális napjainkig, 2013-14-ben 652 példánnyal, ugye az országos teríték több mint egy harmada került realizálásra Somogy megyében, amire nem vagyunk igazán büszkék, de a statisztika nyilván ebben az esetben egy jó kiindulási pont. Teljesen friss az adat. Pénteken került összesítésre Somogy megye 2014-15-ös vadászati idényben terítékre hozott sakál mennyiség, ez 946 darab, ami mindenképp elgondolkodtató a sakál létszámát és helyenként is sűrűségét tekintve. Ez nyilván még hiányos adat, vagy hiányos táblázat, hiszen nem látjuk azt, hogy mihez kellene viszonyítanunk a somogyi terítéket, de ez a közel 1000 darab, és ha a tendencia hasonló, akkor az 1800 helyett lehet akár 3000 darabos terítéke is az elmúlt vadászati idényben a sakálnak. Vadgazdálkodási hatásairól, mint ahogy az előadás is címe is jelezte, a sakál jelenléte az egyes területeken, különösen Somogy és Baranya megye egyes részein jelzem újfent lokálisan, egy központi kérdéssé, probléma forrásá vált, ugyanúgy, mint a túlszaporodott nagyvad létszám, vagy éppen a tarthatatlanná váló mezőgazdasági vadkár kérdése. Nyilván a faj intenzív terjedése a kutatókat munkára sarkalja, mint ahogy látjuk is, dolgoznak a szakemberek, próbálják megismerni minél szélesebb körben a faj szokásait. Ugyanakkor a populáció dinamikája egy picit felkészületlenül éri a vadgazdákat, meglepi őket, illetve az állattartókat és a természetvédelmet. Az ökológus szemüvegén keresztül egy fontos eleme a biodiverzitásnak, de nyilván a vadászok számára is a vadászati paletta egyen színesebb, ezt sem szabad elhallgatnunk. A kutatónak az ismeretlen feltérképezésének az alanya, és vélt vagy valós ellenség annak a bizonyos állattartónak vagy vadgazdának.
Egyes területeken az Ormánság, Somogy megyének Baranya megyével délnyugaton határos területei, a Drávasík és Belső Somogyban meglepően szoros összefüggés mutat a nagyvad sűrűségével, létszámával és a nagyvad terítékkel. El kell azonban mondanunk, hogy az aranysakál a vizsgálataink alapján bizonyos területeket jobban preferál, és itt nagyobb létszámban és sűrűségben is van jelen. A teljesség igénye nélkül a rontott erdők, a síkterep, a felhagyott legelők, égerlápok, savanyú homoktalajok, tavak, tórendszerek kiterjedt nádasai jelentik leginkább az élőhelyét, és Somogyban sem azonos sűrűségben van jelen az aranysakál. Itt egy pontérképet láthatunk a megye sakál elejtéseiről, nem a mostani, hanem az előtti vadászati. 4652 darabot jelentett akkor. Látszik, hogy az aranysakál teríték adatait figyelembe véve, és nyilván ehhez kalibráltuk az élőhely típusokat. Vannak úgynevezett sakálos törzs területek, ahol a sakál intenzíven van jelen, és már a visszatelepedésekor is itt jelent meg először, és azóta is itt a legsűrűbb az állomány. Vannak átmeneti területek, ahol van aranysakál, de különösebben problémát nem jelent még Somogy megyében sem, és vannak Somogy megyében is bármilyen furcsa sakálmentes területek, ahol nem is lőnek sakát, nem is látnak és nem is hallanak. Tehát annyira nem országos probléma az aranysakál, hogy még csak Somogy megyében sem teljes megyei probléma. Ezt ki kell jelenteni. Látható, hogy nagyjából a megye alig több mint egy harmada, ami ezzel a magas létszámmal és sűrűséggel érintett, és nyilván a vadgazdálkodóknak itt kell egy picit együtt élni vele. Az, hogy pusztán csak a nagy vad sűrűség, illetve a teríték magas Somogy megyében, az nem feltételezi azt, hogy ott sok is az aranysakál. Veszprém megye a terítékét tekintve a második legjelentősebb megye a nagy vadgazdálkodás szempontjából. Sakállal, mint kérdés, mégsem foglalkoznak, egy pár darabot ejtenek el mutatóba. Itt ott látnak egy-egy kóborló fiatal hímet, nem jelent problémát. Létszám növekedésének a lehetséges okait kutatjuk, de mindenképpen egy picit magunkban kell keresni azt a bizonyos okot, vagy előidéző tényezőt. Egy korábbi előadásban már rámutattam arra, hogy a vadászterületeken a jogosultak által kint hagyott belsőség vagy zsiger az egy óriási fehérje bázist jelent, amire ha csak indikátorként jelez a sakál, akkor is a feltételei, az életfeltételei nagyon kedvező módon alakulnak. Próbaképpen a gímszarvas, a dáma, a vaddisznó és az őz esetében a bikától, a borjúig, a kantól, a malacig, a vadászrész máj levételével, ugye zsiger mintákat mértünk le, és arra jutottunk, hogy egy átlagos Somogy megyei nagyvadból 21 kg tömörfehérje maradt kint a vadászterületen. Mindenki tegye a szívére a kezét, senki nem viszi el sem a dögtérre, se nem ássa el, se nem az atevot keresi egy-egy sikeres elejtés után a zsigert illetően. Ez egy hevenyészet számítás szerint is 33 ezer darab nagyvadnál 695 tonna fehérjét jelent egy évben, és kizárólag csak Somogy megyében. Nagyon fontos a gyakorlati szakemberek megfigyelései, ennek a figyelembevétele. Nyilván ezt egy picit én is, ahogy kaptam az információt és a véleményt, úgy adom tovább. Baranya megyében, az ormánsági részen fontos kérdés az aranysakál, Körcsönye, Selje, Drávafok térségével egybehangzó vélemény, hogy a predáció, ugye a gimborjakra, vaddisznó, malacra kiterjedt, illetve az őz létszáma erősen visszaesett ezeken a bizonyos területeken. Mindig látjuk az illető vadgazdálkodási szakember nevét, aki ezt a véleményét megoszta velünk. Somogy megyében, a Drávasíkon és Belső Somogyban Lakócsa, Barcs, Mike és Lábot térsége
az, ahol a szakemberek a sakár számlájára írják, hogy a dámállomány utóbbi években történő drasztikus létszámcsökkenését, illetve megfigyelték a vaddisznó malac erőteljesebb predációját. Bács-Kiskun megyében mindeddig a nagyvad predációja nem bizonyított, ugyanis ez a harmadik legjelentősebb megye a sakár létszámát tekintve, de legalábbis terítékét tekintve biztos. Egyes szakmai vélemények szerint az őzgéda predációja jelentős lehet. Egyöntetű véleménye a vadgazdáknak azonban mindenképpen az, hogy a vadászterületen kínhagyott, után nem keresett, vagy később fellelt vadat egyértelműen pocsékolja meg, vagy fogyassza el. Ez nem is kérdés, sőt, a hollóhoz hasonlóan az a bizonyos pavlovi reflex tökéletesen kialakult az aranysakál esetében, hogy ahogy a lövés elhangzik, pár percen belül nagyon érdekes megfigyelés, a holdvilágban magasra tartott óra légszimattal köröz tisztes távolban az elhangzott lövés körül, és előbb-utóbb meg is találja azt, amit keres. Nem véletlen, hiszen pontosan tudja, hogy egy zsiger fog maradni előbb-utóbb. Az aranysakál nagyvadra gyakorolt hatása a tudomány oldaláról. Két párhuzamos kutatás is folyik jelenleg a Dél-Dunántúlon az aranysakállal kapcsolatosan, az egyik a Kaposvár Egyetemen. Ez egy dámmal foglalkozó munka egyébként, amely közvetetten foglalkozik az aranysakálnak a dámra gyakorolt predációjával, illetve a Nyugat-Magyarország Egyetem meg belül egy gyomortartalmra alapuló táplálékanalízis is folyik jelenleg. Mindkét PhD munka az egyik közvetetten, a másik így közvetlenül foglalkozik az aranysakál táplálkozásával, annak vizsgálatával. Mindkettő kutatás előzetes eredményei rávilágítanak a sakál táplálkozásában a nagyvad túlsúlyára az év legnagyobb részében, szaporulat, tetem, illetve zsiger viszonylatában. Itt ezt a képet, a felsőt, ezt láthatják a Nimród legfrissebb számában, és a Sugár professzor és az Ács Kornél fővadász úr éppen mérik a dámborjút. Nagyon érdekes, hogy az aranysakál nyilván megékleti a vadászati hatóságot is, különösen Somogy megyében. Ugyanis felismerte, hogy ez a fajta ragadozó kérdés legalábbis helyenként ez elodázhatatlan, hogy foglalkozzon vele. 2015, tehát ez év januárjában több ízben kint a vadászterületen vizsgálta a hatóság a szakemberek jelenlétében, dám esetében a tehén-borjú arányt, nevezetesen lábadon. És ezt aggasztónak találta a tehénnel lévő borjak arányát. A legdrasztikusabb példa, amit lejegyzett a hatóság, az a 60 darabos tarvad rudliban három darab tehén, három darab borjú mutatkozott. 2015. január 29-ére összehívta a megyei vadgazdálkodási tanácsot is, és az érintett szakemberek bevonásával a dám helyenként drasztikus állomány csökkenése az aranysakál predációja közötti esetleges összefüggéseket vitatta. A tapasztalatai és a szakemberek megosztott tapasztalatai alapján a hatóság deklarálta, hogy ez az első olyan év az elmúlt vadászati szezont tekintve, amikor nem fogja megszankcionálni azt, hogy egyes vadászatra jogosultak, a vaddisznó, illetve a dám esetében elmaradtak a TEF teljesítésétől. Itt látszik a szabad területi dámteríték alakulása Somogy megyében 2010 és 2014 között. Látszik, hogy egy viszonylag stabil, becsült állomány mellett, ami ugye nyilván azért stabil, mert mi magunk becsüljük, a terveket, tehát az év, a minden vadászati évben megkért és a hatóság által határozatban jóvá hagyott terveket a vadászatra jósultak nem tudták teljesíteni. És ugyan a tervekben egy szerény visszaesés mutatkozik évről évre, de a teljesítésekben mindenképpen egy jelentősebb.
A Somogy megyei vadászati hatóság 2010-ben, amikor az arancsokának még időszakos vadászati tilalma volt, saját hatáskörben már akkor feloldotta ezt, és egész éves vadászatot biztosította a jogosultak számára az arancsakál tekintetében. Nyilván hatóságként foglalkozni kell a kérdéssel, nem veheti komolytalanul a vadgazdák bejelentéseit, és ezt nem is teszi. Az arancsakál nagyvara gyakorolt hatásával kapcsolatos megállapítások a következők. A ragadozó helyenkénti sűrűsége nem teszi lehetővé a korábban kialakult vadgazdálkodási gyakorlatot. Ez ténykérdés. Még egyszer, nagyon fontos megjegyezni, hogy nem egész Somogy megyét érintő és nem országos probléma. De 10-12 vadászatra jogosult esetében, legalábbis Somogy megyében és a hozzá kapcsolódó baranyai területeken biztos, hogy az. A faj nagyvagyra gyakorolt markáns, lokális hatása a jövő vadgazdálkodásának egyik legsarkalatosabb kérdése, de nem országosan és nem is egész Somogy megyében. Helyenkénti erősebb létszámapasztás a kulcskérdés a jövőt illetően, nyilván a tartamos vadgazdálkodásnak a záloga ez, ezeken a területeken már-már. Ugye ez egy abszolút paradoxon, hogy minél többet lövünk belőle egy évben, a következő évben annál több van. Valószínűleg sokkal több van kint a területen, mint azt sejtjük. Talán a legdurvább példát tudom említeni a tényszámok tükrében. Egy 2700 hektáros vadászatra jogosult területén 44 darabot ejtettek el a tavalyi évben mindenféle különösebb rákészülés nélkül, hogy úgy mondjam, ők nem vesznek részt a csapdázási programba, és nincsenek különös tehetséggel megáldott, meg olyan technikával felszerelt vadászaik sem. Egybehangzó vélemény a szakemberek felől, és nyilván ezt a tényszámok is mutatják, hogy 2007-ben egy viszonylagos létszám robbanását 2014-ben egy ennél sokkal erőteljesebb követte, aminek az elmúlt vadászati szezon 946 darab terítékre hozott sokára. Nyilván az ékes példája. Lehetséges megoldások. Egy picit magunkba kell nézni, hogy tettünk-e valamit azért, hogy ne jussunk ide, erre a pontra. Tettünk-e azért valamit, hogy megakadályozzuk a létszám növekedést? Azt tudtuk, hogy van arancsakál, azt is tudtuk, hogy terjed, azt is tudtuk, hogy a sűrűsége is növekszik. Tettünk-e érte valamit? Ő a 695 tonna fehérjére, a rengeteg hurkoló által kínhagyott, hurokban elpusztult vadra, a rengeteg után nem keresett, hanyagul után keresett, vagy kint felejtett nagy vadra, csupán tükröt tart nekünk, és indikátorként kihasznál egy olyan lehetőséget, ahogy a Heltai úr is mondta, ami adódik. Ez egy opportunista ragadozó, ha kedvező a körülmény, azt ő ki fogja használni. De bennünk, vadgazdákban mindenképpen ott van a hiba ezzel kapcsolatosan. Terjedése, létszáma, exponenciális növekedése megállítása a hagyományos vadászati módszerekkel nem vezetett eredményre. Tehát a hagyományos vadászati módszeren azt értem, hogy egyéni vadászat, lesvadászat, kijön az arancsakál véletlenszerűen, és az illető meglövi, vagy nem. Nagyon fontos kérdés, hogy azokon a területeken, ahol a sakál nem kuriózum, nem újdonság már, és egy-egy vadász 6-8-10 példányt is lő belőle egy évbe, vagy lőtt az elmúlt évekbe, nem tekinti vadászat tárgyának, ugyanúgy az érdeklődési körön kívül esik, mint például a borz, ami meggyőződésem, hogy az egyik leggyakoribb ragadozó ma, még a sakálnál is nagyobb létszámmal, Somogy megyében minden bizonnyal. Tehát nincs az érdeklődés középpontjában. Azok a területek, amelyek nagyon szívesen lőnék meg, és kuriózum lenne, ott meg nincsen, Somogyban sincs. Láttuk, a megye egy harmad az, ami igazán érintett. Ugyanígy a terelő, nagyvad terelővadászatok, hajtóvadászatok esetében kerül véletlenszerűen terítékre, vagy nem. Mindenhol követendő gyakorlat lehetne a kiabáláson kívül az, hogy egy-két vadászterületen alkalmazott úgynevezett döktereket eredménnyel lehet alkalmazni, és ezen nagyon eredményesen lehet például vadászni az arancsakán. De persze csak akkor, ha az érdeklődés középpontjába kerül, és nem az az egy-két
elvetemült ragadozó vadász működteti ezeket a döktereket éven át, hanem más is érdeklődik irántuk. Vagy más vadászatra jogosult területén is létesítenek ilyet. Nyilván problémás a zsiger elhelyezés, mert ebben az esetben a zsigerlés nem ott történik meg az elejtés helyén, hanem ezek az emberek veszik a fáradtságot, és föl terhelik azt a bizonyos szarvas tehenet teljes egészében az elejtést követően a platóra, majd ezen a területen leteszik, ezen a döktéren, itt történik a zsigerlés, újra felteszik, és így viszik a hűtőbe. Nyilván ez egy technikailag problémás dolog, kevesen veszik a fáradtságot erre, de eredményes és célra vezető lehet. A visszatartó kábeles, kíméletes és szelektív csapdázási módszert, amelyet a Somogy megyei Vadászok Szövetsége támogat és egy program keretein belül alkalmaz, ugyan eredményes, de a csapdázási módszerek kibővítése nyilván jogszabályi hiányosság jelen pillanatban. Elengedhetetlen lenne külön erre a kérdéskörre szegődött, szerződött szakember alkalmazása egy vadászatra jogosult esetében. Hiszen legegyszerűbb azt mondani, hogy a tehén borjú arány aggasztó lábodon. Legegyszerűbb azt mondani, hogy a Sefag ZRT lábodi erdészetén nem tudjuk meglőni a dám tarvarat 3 éve, 5 éve. Itt a tendenciák 2010-től voltak láthatók, de jóval korábban kezdődött ez a létszám csökkenés. Nagyon fontos dolog, hogyha vadászatra jogosult akarna érte tenni, akkor nem azt kiabálná, hogy mi a kiesése, mert érdekes módon számszerűsíteni mindenki tudja, hogy egy dámborjú predációja 50%-os ivararány figyelembe vételével a születéskor, az majdan ennyi bikát fog jelenteni, az ennyi árbevétel kiesés jelent, de még ha az a borjú bérvadászati álljegyzéke is hús árbevétele az őszi időszakban is szemet szúró, akkor miért nem szúr szemet az a vadászatra jogosultaknak, hogy igenis egy arra alkalmas szakember, akinek csak ez a dolga, hogy egy adott egységnyi területen az aranysakál létszámát egy élhető sűrűségre szorítsa vissza, arra miért nem áldoz az a vadászatra jogosult, aki számszerűsíti a veszteségét. Nyilván a kettő közötti különbség óriási lenne így is, sokkal kevesebbe kerülne a problémát megelőzni, mint utána szaladni és kiaválni. Nyilván ahhoz, hogy ragadozót gyérítsünk, ahhoz a lámpahasználat elengedhetetlen lenne a VHR-be, hiszen évek óta vaddisznó és a róka van benne, nincsen benne a borz, nincsen benne az aranysakál, nincsen benne az egyéb ragadozó. Ahogy a ragadozók vadászati idényét 2012-ben egyesekét módosították, nyilván ezt is újra kellene gondolni. Végül tegyük fel még egyszer magunknak kérdést, meg akarjuk-e oldani ezt a lokális problémát, vagy nem. Ez a vadgazdákon múlik elsősorban. Az aranysakál, az, hogy az ország minden megyében jelen van, az, hogy kialakul egy durva szóval hisztéria, hogy Komárom megyében már lőttünk 8-at, és akkor most mi lesz velünk Jézus Márián, ez nem probléma, nem ez a probléma. Országos probléma az a nagy vad létszám. Országos probléma az őz alulhasznosítása, országos probléma a mezőgazdasági vadkár kérdés. Az erdősítések és a mezőgazdasági területek kerítése való védelme, az élőhelyből való kivonásuk, ezek országos problémák. Az aranysakál nem országos probléma, és nem is országos kérdés. Népszerű ma, azt látjuk itt is, ott is, ebből a csapból és abból is az folyik, de nyilván nekünk ottani szakembereknek kell ezzel a fajjal együtt élnünk, kelni és feküdni minden áldott nap, és vele együtt lenni a területen. Vadászati érdekképviseletek nyilván nagy szerepük lehet, hogy az aggadozó kérdés egyébként, és nem a sakáról beszélünk most, teljesen elhanyagolt nem csak Magyarországon, vagy nem csak Somogy megyében, hanem Magyarország minden megyéjében. Amikor csiratjuk az apróvadat, hogy hol tűnt el a fogoly, a fácán vagy a mezénnyúl, nyilván az élőhely degradáció mellett ott van a másik fontos kérdés, hogy a ragadozó gyérítéssel ma senki nem foglalkozik. Különösen indokolt lehet ez, és igazolt Somogy megyében, amire rányomtuk a bélyeget ezelőtt
10 évvel, hogy ez egy szimplán nagyvadas adottságú megye, és hogy milyen jó, ez mentesít minden alól. Nem kell apróvaddal foglalkozni, nem kell ragadozót éríteni, nem kell ragadozó kérdést generálni, mert nincs. Somogy megye, az nagyvadas megye. Ez nem így van. A 2007-es üzemtervezésben aktívan részt vettem, és nagyon sok vadászterületen apró és vegyes vadas jelleget állapítottunk meg a kezdetben. Ezek a területek 2017-re egytől egyig nagyvadas területekké alakultak át. Mi magunk alakítottuk át őket azzal, hogy az első megjelenő vaddisznó kondának a mezőgazdasági területek között lévő nádasba vagy erdőfoltba szórót létesítettünk az ínséges időszakban. Akkor ne keressük az okokat az apró vad eltűnésére. Ugyanilyen a ragadozó kérdés, az Európai Unió madárvédelmi irányelve abszolút, megjegyzem, számomra oktalan védelemmel kivette abban az időszakban a varjúfélék vadászatát, amikor azok a legnagyobb kárt okozzák az apró vadnak, és ahogy a nagyvad létszám nőtt, és ez ma már 33 ezer darab nagyvadat jelent a terítékben évente Somogy megyében, úgy került ki az apróvad és a ragadozó a figyelem középpontjából. Az irány jó-e vagy nem, azt az elődöket kellene megkérdezni, akik a Somogy fajszín mezőn még százával lőtték a foglyot, ezelőtt 25 évvel, vagy bocsánat, 1974 előtt a védelmet megelőző években. A Somogy megye legritkább vadfaja nem találnák ki, hogy jelenleg mi. Nyilván az óvas statisztikákat figyelembe véve. Somogy megye legritkább vadfaja. Ez egy 600 ezer hektáros megye. Ez a mezei nyúl, tisztelt hölgyeim és uraim, a legritkább vadfaj. De előfordul, hogy Somogy megye 600 ezer hektárjából 150 ezer hektár csak a kukorica. Nyilván nem a mezei nyúlnak kedves, hanem a nagyvadnak. Ugyanígy van a ragadozó is, amikor kikerült a figyelem középpontjából, onnantól fogva egy gonddal kevesebb. Nyilván hozzájött a nagyvad elejtések mellékterméke az előbb említett módon, és az oktalan védelem a varjúfélék esetében. Ragadozó kérdés már pedig van, csak foglalkozni kell vele. Az OMVK Somogy megyei területe tavaly ősszel, novemberben a hírlevelében ragadozó gyérítési hetet hirdetett a korábbi más megyékben is megkezdett programmal hasonlóan vagy azonosan. Baranya megye, illetve Győr-Moson-Sopron megye járt élen mindeddig ebben a dologban. És ezt a ragadozó gyérítési hetet február utolsó hetére hirdette meg, ahol egy héten keresztül a jelentkező vadászatra jogosultak, illetve azok hivatási és pótvadászai egy adott időszakban gyérítették az egyébként a VHR-ben ebben az időben lehetséges szárnyas és egyéb szörmés kártevőket, illetve ragadozókat. A március 2-án tartottunk Bőszénfán a Kaposvár Egyetem tájcentrumában a Szarvasfarmon egy terítéket, amely számomra, szakember számára teljesen ismeretlen volt, hogy milyen egy olyan teríték mellett állni, és itt a Wallendons Petit idézném, ami szépen körben van rakva fenyőgallyal, aminek az elején állnak az elejtők, hátul állnak a kürtösök, és lobognak a mágják, de ragadozók vannak a terítéken. Egy egész furcsa érzés, de mindenképpen előremutató lehet. Itt látszak az eredmények. Egy hét alatt 12 arancsakál, 59 róka és sok-sok egyéb faj került terítékre, úgyhogy az utak használhatatlanok voltak a rengeteg esőtől, úgyhogy a hivatásos vadászok ki voltak merülve teljesen a szezon végével, úgyhogy ez egy induló program, és nem tudta senki, hogy mit fog jelenteni. Ennek ellenére egy ilyen terítéket dobtak ott össze a kollégák. A Somogy megyei Vadászok Szövetsége és a Vadászkamara azt kijelentette, hogy ezt a jövőben is támogatni kívánja. Esetleg egy ennél hasznosabb vagy reálisabb időpontban, júliusban, egy tarló időszakában, amikor a rókát lehet lámpával vadászni, lehet, hogy addigra az aranysakát, vagy a szakemberek véleményének figyelembevételével egy általuk ajánlott időpontban megcsinálni. Tehát ez mindenképpen egy tanulságos dolog volt. Nem biztos, hogy nem lehetett volna ez alatt a hét alatt ennyi vaddisznót is ide tenni a terítékre, de abból már láttunk eleget. Most megnéztük, hogy milyen ez, amikor ragadozót is
megpróbálunk gyéríteni. Nyilván ösztönző volt a díjazás, beszállt a Sefok ZRT, a Kaszó ZRT és a Kamara is a díjazásba, és egy vándorkupát is alapított a jogosult részére, illetve az első három helyezett vadászt díjazta, ösztönözve egy picit arra, hogy ébredjenek föl, hogy egy picit rázzuk föl ezt a bizonyos vadgazdálkodást, ami elmegy abba az irányba, hogy mára mindenki nagy vadkant és 8 kg fölötti szarvasbikát szeretne lőni, a többi pedig nem érdekes nekünk vadászoknak. Ez így borzasztó lenne, ha így lenne. És én a végére direkt nem választottam egy olyan borzasztó képet, mert az aranysakár az nem egy borzasztó állat. Itt nagyon szépen halászik a drávasékon, a darányi berekben, a fekete gólyával, a fehér gólyával, a nagy kócsaggal és mindennel együtt, de nyilván komolyan kell vennünk magát a fajt, együtt élni vele és gazdálkodni vele. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!